Jó estét, folytatódik a napi aktuális. Következő vendégem pedig már itt van a stúdióban, Gyöngyösi Márton, a Jobbik Konzervatívok elnöke. Üdvözlöm. Jó estét kívánok. Volt múlt héten a Köztelevízióban egy EP lista vezetői vita. Róna Péter is ott volt. Hogy látja, mennyire tudta megnyerni a választókat Róna Péter, hogy a Jobbikra, illetve a Jobbik listára minél többen adják le a voksukat? Hát először is nagyon örülünk, hogy a Köztelevízió végre 14 év után úgy újra megtalálta a közszolgálati szerepét, és rendezett egy ilyen vitát, ugye nagyon-nagyon régóta nem volt ilyenre példa, úgyhogy még hogyha, hát úgy furcsa is volt a témaválasztás, meg kicsit rövid is az idő, azért nagyjából szerintem betöltötte azt a szerepét, amit vártunk egy ilyen vitától. Ott volt minden olyan listavezető, akinek a pártja vagy a jelölő szervezete össze tudta szedni a szükséges 20 ezer ajánlást, és bár vita nem nagyon volt, de a választópolgároknak a számára mindenki a saját programját, meg az üzeneteit elmondhatta. Most én megnéztem ezt a vitát, és meg kell állapítanom, hogy Róna Péter volt az egyedüli jelölt, aki a témáról beszélt, és a programját ismertette. Voltak, a többiek akik... egyáltalán nem? Nem emlékszem rá, tehát hallottunk a, nem tudom én, eutanázia kérdéséről a nem tudom én melyik témánál, hallottunk a nem tudom én milyen ifjúsági politikáról egy másik téma kapcsán, és mindenki beszélt mindenről, a kedvenc témájáról, de azokban a témákban, azokról a programpontokról, amiket fontos volt ott elmondani, egyedül Róna Péter beszélt, szerintem nagyon összeszedetten, nagyon határozottan, és azt elmondta azt, hogy mivel készül az Európai Parlament. Nyilván... Én azt kérdeztem, hogy az embereket mennyire győzte meg, hogy látja, hogy a Jobbik listájára leadják a voksukat. Szerkesztő asszony, szerintem mind a TV stúdióban elhangzottak, a vitában elhangzottak, mind az országjárásunk során tapasztaltak, nekem azt mutatják, hogy Róna Pétert az emberek kedvelik, szeretik, és nagyon értelmes, felkészült és hiteles jelöltnek tartják, és én azokat a visszajelzéseket kaptam a TV-vita után is, minden irányból, mindenféle körből, meg az utcán is, nyilván standolások alkalmával, fórumok alkalmával, hogy egy felkészült és egy jó jelöltről van szó, aki határozott és világos programmal készül az Európai Parlamentbe. Sikeresnek ítéli akkor az utcafórumokat, az országjárást, a szemtől szembeni kommunikációt, ahogy eddig tart, ugye egy hét még vissza van a kampányban. Teljes mértékben bejártuk az országot, tehát tényleg a majdnem minden megyének a nagyvárosaiba megfordultunk, eljutottunk az országnak a különböző szegleteibe, és igazából a politikus számára egy politikai kampányban a legfontosabb visszajelzés az ez, nem ebben az elképesztő csatazajban, ami ugye kialakul egy ilyen kampányban, a különböző, nem tudom én, elemzések, meg benfenteseknek az elemzései, hanem az emberekkel való közvetlen találkozás révén az a közvetlen visszajelzés. Minek tudja akkor be, hogy több intézet is 1%-ra méri a Jobbik támogatottságát, de még az iránytű is 3%-ra teszi most, a medián 2%-ra teszi a Jobbik támogatottságát, ez nagyjából annyit jelent, hogy nem jutnának ki az EP-be. Nincs ebben semmi váratlan, minden egyes választás előtt minden közvéleménykutató cég immáron több mint 10 éve a Jobbikot mindig alulméri, mindig minden választás előtt a Jobbik politikusai a tévéstúdiókban a különböző közvéleménykutatóknak a kutatásait magyarázza, miközben pontos tudjuk, hogy Magyarországon hát a közvélemény kutatásoknak a hitele az, hát hogy mondjam, nem túl erős. Ezt meg kell nézni, hogy a különböző közvéleménykutató cégek a különböző választások során miket méricskélnek, aztán mi lesz a valóság. Hát ez abból fakad, hogy Magyarországon pontosan lehet tudni, hogy melyik közvéleménykutató melyik pártnak a felkérésére és finanszírozásából végzi a kutatásait, azoknak próbál megfelelni, és hát eleget tenni annak a jelenségnek, amit angolul bandwagon effektnek hívnak, ez az ilyen utánfutó elmélet. Embereket próbálnak arról meggyőzni, hogy valamit gondoljanak, meg valamit tegyenek, hiszen mások is így gondolkodnak, így tesznek, próbálják befolyásolni az embereknek a véleményét. Mi nem ezzel foglalkozunk, mi az embereknek a véleményével foglalkozunk, ami a
utcákon a kampány során elérhető, nem pedig a különböző közvéleménykutató cégeknek az adataiból. Az értem, viszont azért mondjuk a Median, de a többiek is egész jól mandátumbecslés tekintetében egész jól tudtak már korábban is tippelni, de nem is számháborúzni szeretnék, hanem ugye a Tisza párt az nagyon erős, és ön is mondta, hogy azért a Tisza pártot támogatják, hogyha arról van szó, elképzelésekben, témák mentén össze is tudnának fogni. Nem félő, hogy a Tisza párt elveszi a többi ellenzéki párt, így a jobbik konzervatívok voksolóit is? Kétségtelenül összezavarta a képletet meg a politikai palettát az, ami a pedofil ügy kapcsán kerekedett kegyelmi ügy után történt. Magyar Péter felbukkanása kétségtelenül behozott egy újfajta dinamikát a politikába, de ha már erről beszélünk, akkor szerintem pont ez a jelenség az, amit a közvéleménykutató cégek nem tudnak mérni. Tehát az, hogy most van egy hype egy jelenség körül, és vannak bizonyos mozgások a politikai palettán az elmúlt két hónapban, három hónapban, ez igazából a statisztikusok számára, meg akik a közvéleménykutatást, még ha adott esetben tisztességes módszertan alapján is próbálnák lekövetni és megmérni, ez egy lehetetlen küldetés. Lévén, hogy minden mozog a választás napjáig, és hát nagyon látható az, hogy itt a választói preferencia is, hát hogy mondjam, nagyon képlékeny. Mit gondol Magyar Péternek az ötletéről, petíciót indított el annak érdekében, hogy a kormányzó pártoknak a kampányát tiltsák be? Vona Gábor például népszavazás keretében fogna össze Magyar Péterrel, mit mond a jobbik konzervatívok? Azt hittem, hogy a drogtesztre vonatkozó javaslatát fogja behozni. Nem, ez jobban érdekel, ez a petíció, a kampányt azért így még viszonylag ritkán támadtak. Nézd, nekem az a meglátásom, hogy ez a kampány, tehát ha Magyarországon demokrácia lenne, és a jogállamiság az kerek lenne és egész, akkor hát itt lennének olyan szervezetek, amelyek elkezdenek sikítani, hogy ez nem egy demokratikus kampány. Csak egy példát hadd mondjak, a jobbik konzervatívoktól... Hát az volt már, hogy mondtam. A jobbik konzervatívok az egyedüli olyan párt, amelyiktől az ÁSZ elvette a második negyedéves költségvetését teljes egészében. Tehát abban a versenyben, ami a pártok közötti versenyt jelenti, a jobbik konzervatívok az hátrányt szenved. Tehát ilyen értelemben a demokrácia az sérül. Tehát ha egy normális világban élnénk, akkor lefújnák ezt a választást, és azt mondanák, hogy ez nem szabad választás, és mivel hogy nem egyenlőek a feltételek a pártok között. Mi erről nem szeretnénk panaszkodni, ha már fölmerült ez a kérdés, akkor szeretném itt finoman jelezni, hogy ebben a országban olyan autokratikus berendezkedés van, amelyben az ÁSZ az felsőbb utasításra egyes pártoknak teljesen jogszerűtlenül elvonja a pénzét, miközben más pártokét, akikkel kapcsolatban ugyanolyan megállapításokat tett mondjuk az ÁSZ jelentésben, azoknak a forrásait kiutalja. Tehát ilyen értelemben én úgy érzem, hogy ez a választás, ez egyáltalán nem demokratikus. Megbánták, hogy összefogtak Magyar vagy Márki-Zay Péterrel annak idején, hiszen az ÁSZ büntetés is ehhez kapcsolódott, de mondjuk a szuverenitásvédelmi hatóság jelentése is megállapításokat. Hát a szuverenitásvédelmi hatóságot azt hagyjuk, mert ha lenne szuverenitásvédelmi hatóság Magyarországon, akkor az elkezdene visítani akkor, amikor az orosz titkos szolgálatok, a GRU meg az FSB, az kibejárkál a külügyminisztériumnak a szervereibe, meg a munkaállomásaiba, és a saját magyar titkos szolgálatok megállapítják azt, hogy 1000 szerver és közel 4000 munkaállomás vált teljesen használhatatlanná a külügyben, és utána Szijjártó Péter kimegy átvenni a Drúzsba díjat Lavrovtól. Tehát a szuverenitásvédelmi hatóság az egy vicc, és egy banán köztársaságban is szerintem a legalját jelenteni minden. Az, hogy mi 2022-ben együttműködtünk, és összefogtunk annak érdekében, hogy a NER-től megszabaduljunk, ennek megvoltak a maga tanulságai, ez egy politikai kérdés, ami viszont probléma, és ezt én ebben a stúdióban is elmondtam, és máshol is elmondtam, az, hogy a külföldi finanszírozásnak a vonatkozásában, amit Korányi Dávid, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter összehozott, és aminek révén az ÁSZ az meg tudta állapítani a megállapításait, és tőlünk például elvette a forrásokat, ez botrány. És én ezért hátráltam ki a
többi ellenzéki párttal való együttműködésből, mert úgy tűnik, hogy őket a korrupció csak akkor zavarja, hogyha azt a NER műveli, hogyha azt más ellenzéki pártok művelik, Karácsony Gergely, meg Korányi Dávid, meg Márki-Zay Péter, akkor már sokkal kevésbé. Nekem a korrupció akkor se fér bele, hogyha azt az ellenzéki pártok képviselik. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.